szakaszok szállításügyi minisztériumának való átadásáról határozott a Gyergyószentmiklósi képviselőtestület. Gyergyószentmiklóson is meg lehetett tekinteni a pálosok történetét bemutató vándorkiállítást. 138 új bölcsőde épül országszerte, köztük Gyergyószentmiklóson is. Jó estét kívánok, a hírcímek után már is jövünk a részletekkel. Kérem, tartsanak velünk! Csütörtökön délután tartotta soros ülését Gyergyószentmiklós képviselőtestülete. A tanácsosok 20 napirendi pontot vitattak meg, többek között döntöttek a költségvetés kiigazításról, illetve partnerségi megállapodás megkötéséről a romániai közúti infrastruktúrát kezelő országos társasággal a várost elkerülő út megépítése érdekében. 20 napirendi pontot tárgyalt meg a Gyergyószentmiklósi képviselőtestület csütörtökön délután. Többek között döntöttek arról, hogy Gyergyószentmiklós is részt vesz a Nagyhagymás Közösségek Közi Fejlesztési Társulás létrehozásában. Azokkal a polgármesterekkel, akik közigazgatási terület érdekeltek a Nagyhagymás térségében, ugye volt egy egyeztetésünk a Gyilkostónál, amelyben valamilyen partnerek, vagy egy közös szervezetet, egy közös fejlesztési társulást szeretnénk létrehozni, és persze a Varta megyei tanáccsal közösen, amelyben ennek a térségnek a következő évekre, vagy évtizedekre szeretnénk lefektetni némi olyan általános rendezési terveket, vagy akár zonális rendezési terveket, vagy lehetőségeket, amelyben hát most nem csak turisztikai, hanem egyáltalán más, akár infrastruktúrális ellenben is ennek a térségnek a fejlesztését elő lehet idézni. Na most az első lépések most történnek. Tehát ugye a Varga-megyei tanács és a partner polgármesteri hivatalok és önkormányzatok, mint például Hanámány, Csíkszentdomokos, velünk Hímes Közőblokk is, és még Ideni Vaslát, meg ugye Újfalu, valamelyik többsége már elfogadta a rendben fejlesztési társulásba való belépést. A testület jóváhagyta két út, a nagy, központi körforgalomtól a város végéig tartó rész, valamint a Gyilkostó üdülőtelepen áthaladó szakasz átadását a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaságnak. A Brassói Regionális Útügyi Igazgatóság ugyanis jövő évtől átvenné ezek adminisztrálását, és nagyobb felújítások, aszfaltozások is lennének ezeken a forgalmas útszakaszokon. Összesen közel 8000 méter út kerül majd át az országos útügyhöz. Döntöttek arról, hogy megvásárolják a Csanót patak mentén lévő vízgyűjtő területet, hiszen a városban mind nagyobb problémák vannak a vízellátással. Még a 80-90-es években a városnak volt víztartaléka, kisebb látokat hoztak létre, mint a 4-es kilométernél is, akár itt a vízház melletti Csanó területén. Tehát 90 után a világ megváltozott, ugye rengeteg terület magántulajdonba került, visszaszolgáltatták, és emiatt a csalódi részen is a régi gát, az gyakorlatilag magántulajdonba kerülve elveszítette a régi funkcióját. Na már most fontos számunkra azt, hogy ugyanúgy, ha lehet, akkor ugye fel is ajánlották a tulajdonosok, és azért szeretnénk megvásárolni, hiszen a városnak szüksége van a vízkészleteknek. Ez egy nagyon fontos stratégiai kis gát, amelyet vissza kell építeni és működésbe kell helyezni. Partnerségi megállapodást kötnek a romániai közúti infrastruktúrát kezelő országos társasággal a Gyergyószentmiklóst elkerülő út megépítése érdekében. Elsőként az új tervek kellene elkészüljenek. A régi elképzelés, amelyben a város kikerülő körgyűrű, az a Szárigy útról egészen a Gyilkostó felé vezető úton, hogyan épül neki, az most már nem tartja fel, és nem tartja lehetségesnek a szállításügyi minisztérium, hanem egy új nyomvonalat javasol, amely uniós források szempontjából is sokkal inkább támogatottabb, és ebben a helyzetben egy új nyomvonalat kell felépíteni, amely részben megőrzi a Szárhegyi útról kivezető útvonalat, de most itt az a cél, hogy a Gyergyószentmiklóst kerülje el, hanem tekerőpatak települést is. Na most ez egy rövidebb szakaszú körgyűrűnek számít, tehát inkább nem lesz körgyűrű valójában,
hanem csak a, ugye a Szárhegyi, az Alfalvi és a Tekeripataki utat fogja összekötni, de akkor is próbáljuk elindítani közös partnerségben a szállítási ügyet, tehát az osztályos útügyet, amelyel egy ilyen partneri szerződést szeretnénk kötni. Úgy tűnt, hogy még beleférnénk abban a moratóriumban, amit ugye Románia kapott az uniós pénzek elkötése gyanánt, ami azt jelenti, hogy 2024 szerűség, de a probléma az, hogy az új tervek, tehát a tervezési folyamat így hívják kitolódik, nem fér bele abba az időközben, amiben a kivitelezés is elkezdődhetett volna. Éppen ezért most első nagy lépés nem lesz más, mint a közös együttműködésben a terveknek az elkészítése, ami szintén nem lesz egy kis feladat. Elhangzott, hogy végre a csodavilág napközi otthonban is elkezdődhet a tanév, hiszen befejeződött a sok éve húzódó felújítás. A testület jóváhagyta a költségvetés kiigazítást is, melynek főbb pontjait ismertette a polgármester. Több iskola is tett le módosítási kéréseket, tehát a Batthyány, a Salmon, a Román Liceum, a Kóskároly, a Fogarasi és illetve a Bölcsőde is. Van, ahol belső oktatásokra van szükség, van, ahol kisebb-nagyobb javítások, vizsgálataiak értek pénzt. Ugye, tehát azáltal, hogy itt most már egyik oldal költözik és a másiknak átadja, itt ugye kiderült, hogy itt már le vannak lakva ezek az ingatlanok, hogy már ezek az ingatlanok, gyakorlatilag egy újabb felújítás, frissítés, igénylő, beszerelés szükséges. Úgyhogy ezek a munkálatok is elkezdődtek, és akkor ehhez kell hozzárendelni a megfelelő anyagi alapot. A bölcsődénél a fizetés alapot kell pótolni, ugyanakkor pedig a fejlesztési főosztály részéről ugye jó néhány olyan módosítási javaslat érkezett be, amelynek az egyik legfontosabb tétele az, hogy saját őrészt rendelünk többet, vagy pluszban a terforgalmi útnál, az a 240 ezer lej. A kórháznál is van kérés, hiszen a kórház kapott egy támogatást arra nézve, hogy inkubátorokat legyenek a neonatológiai osztályra. Három inkubátorról van szó, de általában mindig kapják a támogatásokat, hogy a 10-15%-os önrészt a város is hozzá kell rendelje. Ebben a helyzetben szintén oda irányítottuk elő azt az önrészt, ami szükséges ezeket az inkubátoroknak a megvásárlásához. Továbbá átadták a tanúszodát és a hozzátartozó területet a Városi Sportklub ügykezelésébe, annak érdekében, hogy minél előbb meg lehessen nyitni az intézményt. A román oktatási miniszter ígérete szerint a hatóságok gondoskodnak arról, hogy tanévkezdéskor elegendő mennyiségű ingyenes maszk álljon rendelkezésre az iskolákban a diákok számára. Szorin Kömpjánó elmondta, azért lesz továbbra is kötelező a maszkviselés az oktatási intézményekben, mert a koronavírus járvány feléledni látszik, az új fertőzések száma aggasztóan növekedett az elmúlt napokban. Kifejtette, azért csak az egészségügyi maszkok viselését engedélyezik az iskolákban, mert ez nagyobb biztonságot nyújt a gyerekeknek és a pedagógusoknak, mint a textilből készült védőeszköz. 138 új, korszerű és környezetbarát bölcsőde megépítését hagyta jóvá miniszteri rendeletben Cseke Attila fejlesztési tárca vezető. Az új rendelkezés értelmében minden megye, minden municípiumában épülhet bölcsőde. Jó hír, hogy Gyergyószent Miklós igénylését is pozitívan bírálták el, így itt egy közepes méretű bölcsőde építése kezdődhet el 2022-ben. Romániában jelenleg 386 állami bölcsőde működik. A bölcsődék szükségessége nyilvánvaló, ezért első körben a csütörtöki miniszteri rendelet 138 új, korszerű és környezetbarát bölcsőde megépítését hagyta jóvá. 8 új bölcsőde megépítését hagyta jóvá a Fejlesztési Minisztérium. Minden megyében, minden municipiumban épülhet bölcsőde, amennyiben az önkormányzatok elküldik az elszükséges dokumentációt. A ma jóváhagyott bölcsődeépítési kérelmeket továbbiak fogják követni, így a kisebb városokban és vidéken is épülhet új bölcsőde. A minisztérium célja az, hogy a nagyvárosokban egyszerre kezdődjön el a bölcsőde rendszer bővítése, ezért első körben egy bölcsőde épülhet minden municipiumban, 2, ahol a lakosok száma meghaladja 100 000-et. A kérelmeket a továbbiakban is iktatni lehet, ezért minden önkormányzatot arra bíztatok,
tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy minél több új bölcsőde épüljön országszerte. Erdélyben Margittától Csíkszeredáig vagy Gyergyószent Miklósig, Besztercétől Medgyesig számos municípiumban épülhet új bölcsőde, részletezte a fejlesztési miniszter. 47 teljes indoklással ellátott bölcsőde építési kérést hagyott jóvá a minisztérium. A fennmaradó 91 bölcsőde építési projekt esetében a tegnapi jóváhagyást követően kérés kiegészítést vár a minisztérium az érintett önkormányzatok részéről. A rendelet 102 municípium és a főváros 6 kerülete számára hagyja jóvá bölcsőde megépítését, amennyiben a hatályba lépést követő 60 nap alatt a fennmaradó 91 építkezésre is beküldik az önkormányzatok a szükséges, megfelelő telket és a gyermeklétszámot igazoló iratokat. Gyergyószéken több bölcsődefejlesztési igény van megfogalmazódva, amit kormányzati szinten is jeleztünk. A Gyergyószent Miklósi fejlesztés is egy hiánypótlónak nevezhető beruházás, mert jelenleg is több igény van, mint hely a meglévő bölcsődében. Bízom benne, hogy a többi hasonló bölcsőde projekt is támogatást fog kapni, ezáltal a térségben megoldható gyerekeink szakszerű nevelése, felügyelete, hangsúlyozta Barti Tihamér, a Gyergyó területi RMDS elnöke. A szükséges finanszírozást a szaktárca saját forrásból biztosítja, de a helyreállítási alapban is 110 energiatakarékos bölcsőde megépítésére különítettek el forrásokat. A miniszteri rendelet értelmében várhatóan jövő évelején megköthetik az első építkezési szerződéseket, azt követően pedig elkezdődhet az első bölcsődék megépítése. Szigorítások léptek életbe csütörtöktől Gyergyó-Ditró közigazgatási területén, miután a 11-es számú Orotva vadász területen sertéspestissel fertőzött vaddisznót lőttek le. Miután azonban újabb vizsgálatot végeztek a vaddisznó tetemen, amin csütörtökön sertéspestis gyanúját észlelték, kiderült, hogy mégsem volt fertőzött az állat. A legújabb teszt negatív lett, ennek értelmében visszavonjuk az augusztus 26-án életbe léptetett szigorításokat, tájékoztatott Puskás Elemér, Gyergyó-Ditró polgármestere, aki elmondta, örülnek, hogy a térségben még nem jelent meg a sertéspestis, de ezt figyelmeztető jelnek tekintik, hogy fokozott óvatosságra van szükség, hiszen Hargita megyében jelen van a betegség. Ismét lehetőség lesz az ingyenes telekkönyvezésre. Ez az eljárás eddig nagyon lassan haladt, szeptemberben azonban újabb településeken hirdetik meg a programot. Szeptemberben újabb településeken hirdetik meg az ingyenes telekkönyvezési programot, így Székelyföldön is jó néhány községben a végére járhatnak a birtokviszonyok tisztázási folyamatának. A következő közbeszerzés az most lesz szeptember 13-án, 297 közigazgatási egység, község van meghirdetve ebben a kampányban, és az árak most már szinte kétszer akkorák, mint ezelőtt mondjuk 3-4 évvel, úgyhogy valószínű, hogy nagyobb lesz itt az érdeklődés, a verseny. Például Maros megyéből 13 község van ezen a listán, Kovászna megyéből 12, Hargita megyéből 7, és most ezeket mind próbálják újra és újra meghirdetni, azért, hogy ezek az uniós pénzek, az ingyen pénzek ne vesszenek el. Az országos kataszteri és telekkönyvezési programot szabályozó törvény 2015 májusában jelent meg a hivatalos közlönyben, ám a telekkönyvezés mindezidáig nagyon lassan haladt. Sajnos elég nehézkesen mennek, közbeszerzési, koncepciós problémák is voltak, mert először a hatóság úgy gondolt, hogy nagy csomagokat készít, gyakorlatilag 2-3 olyan cég volt, amelyek azokat megnyerhették volna, aztán amikor látták, hogy ez kudarchoz vezet, akkor csökkentették a csomagok méretét, és így nagyobb volt a hozzáférés, most már jobb ütemben nyerik meg ezeket a munkálatokat, de még így is, a múltkor végeztem egy számítást, a meghirdetett településeknek körülbelül 1/3 talál gazdára is, 1/3 kezdődhetnek el a munkálatokat, többit újból meghirdetik, és emiatt is nagyon nehéz. A törvény értelmében a polgármesteri hivatalok közbeszerzés alapján köthetnek szerződést a megyei kataszteri hivatalok által elismert földmérő cégekkel, hogy az adminisztratív területi egységükben található valamennyi földtulajdont felvezessék az országos kataszteri programba. Az elmúlt néhány évben többször is sikerült úgy módosítani a kataszteri törvényt, hogy az megfeleljen a földtulajdonosok igényeinek.
Csütörtökön Gyergyószent Miklósra érkezett egy autóbuszban kialakított vándorkiállítás, amely a pálosok történetét mutatja be. Célja, hogy útja során ne csak a katolikus, illetve a hívő embereket szólítsa meg, hanem mindenkit, akit érdekel a magyar múlt, a magyar történelem. A Szent István plébánia szervezésében érkezett csütörtökön Gyergyószent Miklósra a pálosok történetét bemutató vándorkiállítás. A tárlat egy buszban volt megtekinthető még pénteken is a művelődési központ előtti téren, és sokan éltek a lehetőséggel, hogy megismerkedhessenek a pálos szerzetes rend történetével. 2020-ban terveztük, hogy járjon végig ez az autóbusz Magyarországon és határon kívül, mert hogy Boldog Özséb, aki a pálos rendet alapított, 1270-ben halt meg, és ennek 750. évfordulója. Tehát a járvány miatt most meghosszabbódott a busznak a menetrendje, hogy mondjam így. Gyakorlatilag a pálos rend történetét lehet megismerni. Azt gondolom, hogy röviden, de mégis lényegre hatóan, hogyha valaki végigmegy az autóbuszban, egészen a kezdetektől napjainkig ismerheti meg azt, hogy a pálos rend hogyan és miképpen tevékenykedett a történelem folyamán és a jelenben. Ez volt a legfontosabb számunkra, hogy hát megismertessük ezt az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetes rendet. Nagyon sok felé járt, tehát körülbelül olyan 12-13 ezer látogatója már biztos, hogy volt a busznak. Ezt tudjuk, mert egy ilyen jegyet adunk mindenkinek, persze nem kell fizetni, de letépik, és akkor ennek alapján számoljuk a látogatókat. És most már a vége fele jár az autóbusznak az útja. A Pálosan szép az élet című kiállítás hozzájárul az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetes rend, illetve közös kulturális örökségünk jobb megismeréséhez. Napjainkban is több mint 500 pálos szerzetes van világszerte. 530 pálos van, gyakorlatilag majdnem minden földrészen lehet találkozni pálosokkal. Mondjuk Dél-Amerikában nem, de Észak-Amerikában vannak, Európában több országban, legtöbb pálos különben Lengyelországban van, ugye az 1786-os II. József általi feloszlatás Lengyelországot nem érintette szerencsére, és így megmaradhatott a pálos rend. Magyarországon 19-en vagyunk, és a magyar tartományban 5 kolostor van, Budapesten, Pécset, Márianosztrán, Petőfiszállás, Pálosszentkúton, az Alföldön, és hát az 5. ház az Hargita fürdő, ami szintén a magyarországi tartományhoz tartozik ilyen szempontból. A pálos szerzetesek a katolikus rendhez tartoznak, és legfontosabb feladatuknak a lelkipásztori szolgálatot tartják, de sok mindennel foglalkoznak. Nekünk nagyon fontos eleve a lelkivezetés, a gyontatás, illetve a zarándoklatoknak a szervezése, ami hát most itt látható, hogy éppen motorosokkal jöttünk, de akár vonattal, vagy busszal, vagy gyalogos zarándoklatot is szervezünk. Van egy, amelyik eléggé népszerű lett Budapest és Márianosztra között, a úgynevezett Pálos 70 a kilométer miatt. Ez a Pálos 70 azt jelenti, hogy vannak teljesítménytúrázók, vannak túrázók, akik bármilyen szakaszt megtehetnek, föl van szépen darabolva, hogy így mondjam, ez a 70 kilométer, és vannak azok, akik zarándokként 3 nap alatt járják végig ezt a 70 kilométert. A vándortárlat szombaton Szejkefürdőn, a Mini Erdély Parkban, vasárnap Hargitafürdőn, hétfőn Brassóban, augusztus 31-én és szeptember 1-én Temesváron lesz látogatható. A busz ezután Budapestre megy, és az eukarisztikus kongresszus ideje alatt a Szent István Bazilika mellett fog állni, ahol az első kiállítás is volt. Bővebben a kiállításról és a pálos szerzetes rendről a www.palosbusz.hu weboldalon lehet olvasni. Szeretnék beindítani a tömegközlekedést Marosvásárhely és a repülőtér között, mivel egyik légitársaság sem oldja meg az utasok szállítását. A 2022-2026-os menetrendben szerepel a Marosvásárhely és a reptér közötti rendszeres járat. A héten ismét megtelt gyermekekkel a bábudvar, hiszen 20-an vettek részt a Halvirág Báb Színház által szervezett táborban. 14. báb táborunkat szerveztük meg most ezen a héten. Az elmúlt 6 évben nagyon sok vakációs időt töltöttünk így együtt a gyerekekkel. Most a kicsikkel, tehát a 6-9 évesekkel foglalkoztunk, és az iciri-piciri kismesét tettük paravánra, állítottuk paravánra, vittük színre. A gyerekek elkészítették a bábokat, kesztyűbábot most ezen a héten, és utána pedig közös kórusként énekelték, és
eljátszották az előadást. Na most ez a mese egy kicsit kevés szereplős a részvevő 20 gyereknek, ezért kitaláltuk, hogy az elején volt egyszer egy hol nem volt, és akkor felsoroljuk, hogy milyen messze volt az a mesevilág, ahol ez a icili-piciri kis macska elveszíti az ökreit, tehát van üveghegyünk, van visszafele járó ember, visszafele folyó víz, van repülőhal és úszómadár, golya és a béka, akik barátok. Új, nem is jut eszembe több, hogy tehát minden gyereknek meg legyen a szerepe, és meg legyen a bábja, amit elkészít. Ott jártunk, kor a gyermekek éppen próbáltak, úgyhogy betekintést nyerhettünk a kis előadásba, amit megtanultak. A táborozó gyermekek mind jól érezték magukat, örömmel osztották meg velünk élményeiket. Élveztem ezt a hetet, itt nagyon jó volt bábokat készíteni és előadást előadni. A legnagyobb napom ma, mert készítettünk szép bábokat. Azt tetszett a legjobban, hogy elő tudtok ezt adni, csak az nem tetszett, hogy... Pont így, hogy tévébe lássák majd a szülők. Legjobb táborom, mert finom volt az ebéd, meg a 10 órai, meg jó bábokat készítettünk. Azt tetszett nekem a legjobban, hogy finom volt az ételek, és jó volt a báb készítés. Azt tetszett, hogy a éneklés, a báb készítés, Báb, akarsz mondani valamit? Malacorron van. Csomó táborba már jártam, de szerintem ez a legjobb tábor, amiben valaha jártam. Tetszenek a bábok, és nagyon tetszik ez az előadás. A legjobban a bábkészítés tetszett, és mikor meghallottam, hogy le fognak videózni, nagyon megijedtem, ugye nagyon izgultam. Jövő héten a 9-12 évesek számára szerveznek tábort, ezúttal is 20 gyermek vesz majd részt, hiszen ennyi helyet tudnak biztosítani a bábudvarban. Úgy döntöttünk, hogy a szegény ember vására mesét fogjuk dramatizálni, és elő fogják adni, mint báb előadását. Külön szerepek, nem kórusként, hanem minden gyerek már nagyok, és szerepeket fognak betanulni, és péntekre egy rövid kis előadást létrehozni. A táborok létrejöttét Hargita megye tanácsa támogatta, és a városi könyvtár biztosította a Halvirágbáb Színház számára, hogy a gyermekek a szabadban, az intézmény udvarán is kikapcsolódhassanak. A Gyergyószent Miklósi Halvirágbáb Színház által szervezett táboroknak nagy sikere volt az elmúlt években. Most egymás után két tábort is rendeznek, a héten a kisebbek ismerkedhettek a bábkészítéssel, jövő héten pedig a nagyobbakat várják a főtéri bábudvarba. A Maros megye tanácsa által közzétett és hamarosan elfogadásra kerülő 2022-2026-os évi tömegközlekedési tervben ismét szerepel egy Marosvásárhelyt és a tőle 15 kilométerre levő repülőteret összekötő menetrend szerinti buszjárat meghirdetése. Évekkel ezelőtt, amikor még csak a Tarom légitársaság járatai repültek a Marosvásárhelyi Transzilvánia reptérről, a cégnek volt egy irodája Marosvásárhelyi központjában, ahol jegyet lehetett váltani a gépekre és kisbuszt is indítottak a reptérre a saját járataikhoz. Azóta ez a lehetőség megszűnt. Egyetlen légitársaság sem oldja meg az utasok szállítását. Maros megye tanácsa felel a megyei tömegközlekedési menetrend összeállításáért, a járatok kiszervezéséért és az elfogadott menetrend betartásáért. Az intézmény korábban már próbálkozott buszjárat biztosításával Marosvásárhely és a repülőtér között. A cég, amely ezt a szolgáltatást elvállalta, végül visszamondta a megrendelést, mert nem volt számára kifizetődő. Most a 2022-2026-os menetrendben ismét szerepel a Marosvásárhely és a repülőtér közötti rendszeres járat, amely értelmében hajnali 4 óra 20 perc és éjfél között óránként közlekedne autóbusz Marosvásárhely és a reptér között. A megyei tömegközlekedési menetrendet első körben a megyei tanácsnak kell elfogadnia, majd meghirdetik az útvonalakat és megpróbálnak minden útvonalcsomagra szolgáltatót találni.
A repülőtéri útvonalra is keresnek majd szolgáltatót, ha benne marad a menetrendben. Peti András, a Marosvásárhelyi repülőtér igazgatója szerint jelenleg, míg épül az autópálya, állandó torlódás alakul ki az útvonalon. Sokszor másfél órára is kinyúlik az útidő, így nem lehetne menetrend szerint zajló tömegközlekedést kiépíteni. Jövő év folyamán terveznek építeni egy körforgalmat a repülőtér elé, mellette buszmegállót és átjárót elhelyezni. Így a megyei, megyeközi járatokkal is meg lehet majd közelíteni a repteret. Az igazgató szerint a már rég tervezett Metropolis övezetes tömegközlekedés lenne a megoldás. Az utazók jelenleg taxival, ismerősökkel vagy kisbuszokkal oldják meg a kijutást, de a legkedveltebb a taxi az utazók körébe, hisz átszállás, várakozás nélkül juthatnak a reptérre, majd onnan haza. Lejátszotta első edző mérkőzését a Gyergyói Hoki Klub, az érdi jégcsarnokból online követhették végig a találkozót a szurkolók. Az ellenfél a szlovákiai extraligás Érsekújvár volt, a mérkőzés során nem sikerült a gyergyóiak gólt lőjenek, de tudták tartani az iramot a másik csapattal. Az Érsekújvár 2-0-ra győzött, a Gyergyói Hoki Klub szeptember 1-én a Dunaújvárosi Acélbikák vendégeként játszik. Ezek voltak híreink augusztus 27-én, hétvégén hírösszefoglalóval, hétfőn friss információkkal várom Önöket. Szép estét, viszontlátásra!